Ez a Hévíz már nem az a csapat, amelyik a bajnokság őszi idényitóján még tavaly csak egy góllal tudta megverni hazai környezetben a Tolna KC-t. A fürdővárosiak fordulóról fordulóra javultak, menet közben pedig erősödtek is a játékos állományukat tekintve. Amíg a Tolna az őszi zárásig mindössze 2 győzelmet ért el, addig a Hévíziek 8-at, és mindössze 4-szer vesztettek, miközben a hozzájuk képest egyébként minden tekintetben szerényebb lehetőséggel bíró tolnaiak pedig 10-et. Igaz, 3-4 meccsen, erről annak idején be is számoltunk, csupán 1-2 góllal maradtak alul Gáldóráik az őszi idényben. Most a tavaszi idénynyitón visszatükröződött a két csapat táblázaton elfoglalt pozíciója. A mérkőzés képe azonnal, mint egy 5-10 perc elteltében már elárulta, ki a negyedik és ki a 11. ki küzd a dobogóért és ki a biztos bentmaradásért. Villámgyors keresztpasszok, hátsó befutások jellemezték a fekete mezes hévíziek játékát. Amíg nem igazán összeszokott tolnai hatosfal, sokszor bizony felkészületlenül fogadta a kapuhoz viszonylag közel, nagy lendülettel érkező vendég átlövőket, akik súlyban, magasságban is eleve a tolnaiak fölött voltak. A hazaiak erénye a gyors indítás, de erre sokszor nem adott esélyt a vendégcsapat. Küszködött bizony a felállt védelemmel szemben a Tolna. A második félidőben már jobban bontották a védőfalat, és Csajkó Eliza jól kihasználta sodródások után a réseket, és lőtt néhány szép gólt. Kezdett működni a Sipos Csajkó Gáldóra belső hármas is, ami egyébként lehetőséget adott a szélsőknek is, hogy előkészítőként, avagy éppen befejezőként veszélyesebben lépjenek be a játékba. Tekintettel arra, hogy a védekezés a második félidőben sem javult, mármint a tolnai, így a kibrusztolt gólokra menetrendszerűen jött a hévízi válasz. És ez jelzésértékű, a védekezést záros határidőn belül helyre kell tenni a csapatnak. És a visszatérő korábbi játékosok, Majsai Sipos Ágnes, Pásztor Fanni, Só Réka talán tudnak ebben is segíteni. A tavaszi idényitón tehát nem borult a papírforma, a negyedik Hévíz 7 góllal 28-21-re magabiztosan legyőzte a 11. Tolna KC-t.